Szervusztok, gyerekek! Isten hozott benneteket Muktinádban! Ami most úgy kb. A képnek a az a része, igen. Az a Nilagiri 6997. Ami ott van most kb. A kép közepén és a felhő közül épp, hogy kilóg valami. Az a Tilicho Peak. Minden szép és felhős. Van egy pici szentély ott a gyaktető fölött, a cserép fölött, ugye az Guru Rinpoche-nak a kis szentélye. És ott lent a kis városka, amit ott láttok. Az pedig Muktinász. Ugye a következő kis cucc az, ami hát jó messze van, de egy nagyon élénk piros épület van, az Jarkot. Ahol most látszanak azok a gyönyörű szép felhő árnyékok a hegyoldalba. Ott megy fel az út felső Mustangba, ugye pont a közepén van most a képernyőnek egy ilyen sárgásabb, ilyen löszfalszerűség, a mögött van Kakbeni. Itt lent van egy pici-pici kis templomocska, látjátok az arany tetők, azt apáca lányok működtetik. Ott följebb azokat a falu kiszögeléseket, azokat nem tudom, hogy micsodák. És utána jövünk erre felé, ez pedig a Yakwakang, a Yakpup hegy. A jobb oldali az annyira pici domb, hogy nincs neve. És akkor megyünk fel 5004-re, akkor itt szoktunk elmenni, hogy ez a templomnak a külső fala. Itt van egy kis templomi fészer van, látjátok, ott van egy-két kicsi csorten. És ott kell fölmenni. Elképesztő, gyerekek. Muktinát. Április 25-2023. Annyira vicces, azért csak ilyen sok videót, mert hogy hát sokan voltak már velem Muktinádban, de hát sose szokott hó lenni, de itt meg így masszívan minden tiszta, hogy kicsit lejjebb megyek itt, nézzétek meg itt a templomnál is teljesen megmaradt a hó mindenhol. És egyébként akik régen voltak velem Muktinádban, csak nem bizony, hogy jó kép lesz, mert eléggé szemben nap van. Ez az új templomocska. Próbálok úgy haladni, hogy ne nagyon döcögjön a kép. Lelépni, és akkor a drága csoport tündérmackók a örök hálán Verának a nadrágért mindig láttuk a hegyen, hogy hol van. Vicky narancsárgában, Tünde kékben, Kriszta pont a fal mellett, Hófehérben, Tamás nekünk háttal, Lajos is valahol ott van.